többen jönnek ezért Magyarországra, ezért a rendezvényre, akár külföldről is, és egyre többen jelentkeznek a különböző cégektől, vállalatoktól a rendezvényre azért, hogy rájöjjenek arra, hogy merre fele haladunk. Amikor elindult ez 2005-ben, akkor én csak annyit szerettem volna, hogy legyen végre egy napja az informatikai biztonságnak. Azt nem gondoltam volna, hogy kinövi magát egy olyan országos méretű, sőt nemzetközi szintű rendezvényé, ami már többet jelent ennél. Most már van erőnk ahhoz, hogy üzeneteket küldjünk az embereknek. Most már van erőnk ahhoz, hogy megmutassuk más területeknek, nem csak az informatikai biztonság vagy a kiberbiztonságnak, hanem az egész informatikának, vagy akár túlmutatva ezen bármilyen területnek, hogy a biztonság egy kritikus kérdés. Szerintem egy kiváló napot zártunk, és különösen azért gondolom ezt, mert fantasztikus, hogy ennyi ember ismét eljött a rendezvényre, és megtisztelt minket azzal, hogy megmutatta magát és beszélget másokkal. Hát holnap először is visszatér az ázsiai sztárvendégünk, Prinya Homanek, akitől meghallgathatjuk majd azt, hogy Kínában éppen mi a helyzet. Ez annyira érdekes lesz, hogy nem is rögzítjük egy jó részét az előadásnak, úgyhogy ezért, aki meg akarja nézni, ugye élőben kell megnéznie. A trendeket sokkal jobban meg tudjuk mutatni, ha mindenki itt van. Akkor mindenki meg tudja mutatni, hogy merre jár most, milyen technológiákat használ, milyen megoldásokban gondolkodik. És azt gondolom, hogy ezt csak akkor lehet megcsinálni, hogyha egy nagy bázisra építkezünk, ha sokan vannak itt, ha minden gyártó itt van, ahogy most mindenki itt van, hogyha minden résztvevő itt van, ahogy most mindenki itt van.